Nagy volt az érdeklődés a kórháznapok előadásai iránt. Mintegy 300 orvos és több mint 700 egészségügyi asszisztens regisztrált a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Hargita megye tanácsa és a Hargita megyei orvosi kollégium által szervezett harmadik Csíkszeredai kórháznapokra. A konferenciát pénteken reggel nyitották meg a Szapiencia MT nagy aulájában. Dr. Konrád Judit a kórház menedzsere köszöntő beszédében kihangsúlyozta, bízik abban, hogy a kórházban, a megyei tanácsnál és a partner felsőfokú tanintézményeknél is kifejtett közös munkájának meg lesz az eredménye, és nem csak a kórház, hanem a térség egészségügyi ellátórendszerének a színvonalát is emelni fogja. Az újdonság lehet, hogy az, hogy kimondjuk, hogy igazán ez egy ünnep. Ez egy újdonság, mert eddig csak készültünk, izgultunk, hogy hogy lesz, mint lesz, sikerül, nem sikerül, de most már ünnepelni akarunk. Ünnepelni akarjuk a vendégeinket, ünnepelni akarjuk magunkat, és a tudományt, mert ugye úgy néz ki, hogy most már tényleg körvonalazódik, nem csak körvonalazódik, hanem tényleg már ezen az úton járunk. A magyar kormány képviseletében az egészségügyi tárca főosztályvezetője, dr. Sebestyén Beáta főosztályvezető tolmácsolta a konferencia résztvevőinek, dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, és dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár üdvözletét. Kiemelte, az előrelépés, a fejlődés, a növekedés igénye ösztönözte a rendezvény szervezőit. Borbocs Csaba, a kórházat működtető Hargita megye tanácsának elnöke köszöntőjében rámutatott. Mondhatni, hogy az orvosok csodákat művelnek a mindennapi munkájuk során, és hozzátette, bízik benne, hogy az a csoda intézményi szinten is formálódik. A térség lakói pedig magas szintű egészségügyi szolgáltatásokban részesülhetnek. Szoros az együttműködés a Szapienciával, és bízok benne, hogy a közös kutatási programok folytatódnak, és hamarosan beindulhat a felsőfokú asszisztens képzés is, hisz Székelyföldnek erre is szüksége van, emelte ki a megyei tanács vezetője. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megyei sürgősségi kórház alakuljon át regionális klinikává azért, hogy nem csak a Hargita megyei, hanem a környező megyékből is az emberek ne kelljen elutazzanak távoli helyekre, egyetemi kórházakra, a komplexebb, a nehezebb esetek gyógyítására, kivizsgálására. Ehhez egy nagyon erős szövetségre van szükség. Ebben a szövetségben helye van a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, helye van a MOGYE-nek, a Marosvásári Orvostudományi Egyetemnek, és helye van a Pécsi Tudományegyetemnek, hisz a klinikai jelleggel együtt jár a kutatás, együtt jár az újabb a megoldásoknak a megkeresése, és e tekintetben nagyon fontos, hogy az egyetemi kutatási rendszerekben, illetve doktori szinteknek a megszerzésében, a titulusoknak a megszerzésében legyen egy erős partneri szövetség, de hát ugyancsak a kórháznapok arra is jó, hogy számba vevődjenek azok az újabb kutatások, eredmények, amit elért a kórház, és büszkék vagyunk azokra a megoldásokra, azokra az újszerű és komplex beavatkozásokra, amelyekért mostanig el kellett menni távol, és ma már Csíkszeredában ingyen és elég gyors időn belül el lehet érni. Megerősödött a kórház munkaközössége, jönnek ide újabb szakemberek, nagyon sok fiatal szeretne itt dolgozni, hazajönni vagy máshonnan ide költözni Csíkszeredában. Rádúj Robert Kálmán, Csíkszereda polgármestere azt húzta alá, hogy a kórház iránti bizalmat jelzi, ha a lakosok nem csak problémáikkal, hanem boldogságukban, így például gyermekeik megszületésének helyszínéül is ezt az intézményt választják. A konferencia résztvevőit köszöntötte Tamás József püspök atya is, aki rámutatott, hogy az orvosoknak és a betegeknek is szüksége van a tiszteletre, a megbecsülésre, és Isten áldását kérte a rendezvényre az orvosok munkájára. Táncos Barna, az NMDS szenátora beszédében méltatta a kórház azon képességét, hogy a mindennapi munkán túl hosszú távú stratégiákat és fenntartható terveket is kidolgoznak. Jó éveket zárunk a kórház fejlesztése szempontjából. Hargita megye tanácsa a kórház működtetőjeként úgy gondolom, hogy jól menedzseli a dolgokat. Persze az adott helyzetben, az adott körülményekhez képest, amikor megvan minden erőforrás, és amikor meg kell felelni az országos előírásoknak, ha a közbeszerzésről beszélünk, hogyha a munkálatok elkezdéséről beszélünk, hogy esetleg becsődölt cégekre gondolunk, és ezekkel a kihívásokkal megküzdve is úgy gondolom, hogy évről évre jó évet zárunk a kórháznál.
főleg 2019-ben, amikor egy jelentős anyagi támogatás sikerült az RMDS támogatásával hozni a Csíkszeredai Kórháznak. Tudni kell azt, hogy az országos prioritásai között januárban a költségvetési vitaként első helyre helyezte a Románia Magyar Demokrata Szövetség a Csíkszeredai Kórház fejlesztését. Ennek köszönhető az óriási összeg, amely az idén már a kórház számláján, megyei tanács számláján van, és amelyből fejleszteni lehet ezt az intézményt. Úgy gondolom, hogy mindez még mindig nem elég, és azt mondtam a beszédben is, hogy Borbocsáb elnök úr kiváltságos helyzetben van, hisz olyan kollégákkal dolgozik a kórház élén levő személyekkel, akik meg tudják álmodni a jövőt, meg tudják álmodni, hogy hol szeretnék látni ezt a kórházat 10 vagy 20 év múlva. És ebből a szempontból ehhez a stratégiához, ennek az álomnak a valóra váltásához szükség van még mindig a humán erőforrásra. Dr. Szabó Géza, a Magyar Kórház Szövetség elnökségi tagja arról beszélt, hogy a Csíkszeredai Kórháznapok szakmai programja évről évre színvonalasabb. Pap Levente, egyetemi docens, a társszervező Szapiencia MT megbízott dékánja azt mondta, a megfelelő partnerekkel a megyei kórház képes arra, hogy magas szintű gyógyító, kutató tevékenységet hajtson végre. Dr. Targyöngyi, a Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője annak fontosságát emelte ki, hogy a betegeknek lakhelyüktől függetlenül joguk van egyenlő egészségügyi ellátásban részesülni. Dr. Bíró László, a Hargita megyei orvosi kollégium elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy a kórháznak fejlődése érdekében külső és belső kommunikációra is szüksége van. Barabás Kálmán Zoltán, az asszisztensek rendje Hargita megyei kirendeltségének vezetője köszöntő beszédében elmondta, örvendetes, hogy idén az előző évekhez képest csökkent azon asszisztensek száma, akik külföldi munkaváláláshoz kértek tőlük szakmai igazolást. Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy továbbra is várják, Székelyföldön beinduljon a főiskolai szintű egészségügyi asszisztens képzés, hisz nagyon nagy szükség van rá.